a hívő népet hozzád szállni már. Téged dicsér minden lélek, téged áldozán. Várva szívünk érted sóhaj, te átszomjazunk, nagyon várunk, jöjj el, Urunk. Érted dobog a szív, néped dalolva hív, jöjj el, mutasd meg arcodat, drága arcodat. Érted dobog a szív, néped dalolva hív, jöjj el, mutasd meg arcodat, drága arcodat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. És a te lelkeddel. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőt, Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás prófita könyvéből. Ezt mondja az Úr. Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm juhait. Ezért ezt mondja az Úr Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik. Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos, nekem majd gondom lesz rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint, mondja az Úr. Nyájam maradékát viszont magam gyűjtöm össze azokból az országokból, ahová elűztem őket. Visszahozom őket legelőikre, hogy gyarapodni fognak és megsokasodnak. Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket.
nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vészel közülük, mondja az Úr. Íme, jönnek napok, mondja az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz az országban a jogra és az igazságra. Az ő napjaiban megszabadul Júda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják, az Úr, ami igazságunk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr jön, ha hívom, hisz ő az erőm, ha bajban biztos menedék. Ki őriz és véd velem, jár utamon, a lelkem csak benne remél. A hegyre nézel, mert onnét várunk őt, csak az Úr az, aki megsegít engem. Az Úr jön, ha hívom, hisz ő az erőm, a bajban biztos menedék. Ki őriz és véd, velem jár utamon, a lelkem csak benne. Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti, akik egykor távol voltatok, Krisztus Jézusban most közel kerültetek, Krisztus vére árán. Ő a mi békességünk, aki a kettőt, Izraelt és a pogányokat egyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiköszöbölte saját testében. A törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel együtt érvénytelenítette. Mint békességszerző, a két népet magában egyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közellevőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabadutunk, az egy lélekben az Atyához. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk. Gyertek ti is, menjünk a pusztaságba, egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan jövésmenés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták, erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok.
ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, drága testvérek, picit legyünk csendbe, és mindannyian a magunk módján szólítsuk meg a Szent Lelket, és hívjuk őt, hogy juttasson eszünkbe mindent, megtanítson a teljes igazságra, hogy az összefüggéseket észrevegyük, hogy lendületes keresztények legyünk, kilépjünk kis mái magunkból, és hogy megvigasztaljon bennünket. Itt is hallottam ezen lelki gyakorlat napjaiban pár embertől, hogy meggyengült a hitem, vagy elvesztettem a hitemet. És éppen ezért most beszéljünk arról, hogy hát mi is az a hit igazában, mert járd végig az utat, keresztény vagy, hit nélkül meg nem lehet. És nem mindig van tiszta fogalmunk a hitről. Kis hittanismétlés, mi a különbség a tudás és a hit között? Tudni annyit jelent, mint megérteni, tapasztalni, látni, fogni, stb. És következtetni. Tehát például itt van ez a templomtorony, építették, biztos. Láttuk azt, hogy építették? Nem. Hisszük, hogy építették? Nem. Tudjuk. Logikusan kikövetkeztetjük. Hinni pedig annyit jelent, hogy elfogadok olyan igazságot, amelyet az értelmem ugyan nem fogad el, vagy nem lát be, de valamit mégis belát, amiért elfogadja. Valaki olyan mondja azt a dolgot, most nem természetfölötti dolgok van csupán szó, tehát valaki olyan mondja, akibe én megbízok. Hát elmegyek az orvoshoz, valahol hápogásom van, ugye mit tudom én, hol fáj, és akkor rábízom magam, mert ő igazolta magát, diplomája van. Megvizsgál, és megmondja nekem, hogy hát öregem, neked itt és itt van ilyen és ilyen bajod, akkor légy szíves, ezt és ezt a gyógyszert szedd, vagy nem tudom, milyen módon kúráld magad. Elhiszem, nem értem, nem látom, de ő látja és érti. Tehát a hit mindig tekintély alapján való elfogadás. Hogy jól megértsük, olyanokat ismétlek, amit már több alkalommal is évente el szoktam ismételni, de muszáj magam hitét is mindig stabilizálni, meg hát mindegyikünkét, még hát azokét is, akik ezek nagyobb távolságba hallják ezt. Most itt bárki közületek megbízható. Annyi aranyos arc van, összemosolygunk, köszönünk, szépek, kedvesek vagytok, nem hallottam itt veszekedést vagy botrányt, tehát megbízható emberek vagytok. És akkor mondjuk, hogy itt van ez a fiú, igen, Zoli? Na, most a Zolitól kérdezem, hogy anyukádnak mi a keresztneve? Anna. Köszönöm. Látom Annát? Nem. És mondhatom a Zolinak azt, hogy igen, Zolikám, most légy szíves, majd hozd el anyunak a keresztlevelé, vagy az anyakönyvi kivonatát, akkor majd tárgyalunk. Erre Zoli azt mondaná nekem, hogy Lajos atya, ennyire nem bízik bennem? Ennyi. És ha Zoli elhozná az anyunak az anyakönyvi kivonatát, akkor azt mondanám, hogy kösz, nekem nem papír kell nekem, Zoli kell. Tetszenek érteni, mert ő megbízható, nem fog félrevezetni. Tehát a természetes hit ilyetén módon alakul ki bennünk, megbízható embereket kell keresni, és akkor... A szerelemben nagyon vigyázni kell, aranyi ifjúság, mert ott ugye
jobban megbíznak egymásba a fiatalok, mint a édesanyjukba, meg az édesapjukba, vagy a tanácsadókba. Ne, tudom én mit csinálom, igen. És akkor esetleg a másik becsapja, mert ugye úgy szokott lenni, hogy a szerelmes párok csak a legszebbet mondják magukról. De azt, hogy milyen hiszti tudok lenni, milyen undok, és otthon milyen durván tudok, azt nem mondja el. Tehát ugye itt vigyázni kell, hogy a megbízhatóságot keresd meg, mert aztán jó ráfizetsz, aztán jön a veszekedés, akkor jön a csalódás, elválás, meg a többi botrány. Na most természet fölötti igazságokban, amelyekre mindenki kíváncsi, újra elmondom, ti is el tudnátok már mondani, mik azok a nagyon nagy életkérdések, amelyeket csak olyan tud megmondani nekünk, aki nagyon nagy tekintéllyel rendelkezik, és igen nagy távlattal. Honnan jöttünk, hová megyünk? Miért a bűn? Annyi baj, annyi áldozata van a bűnnek. Miért a szenvedés? Rengeteg a szenvedés. Miért a halál? Folytatódik az élet? Van Isten egyáltalán? És van, köszönöm. Tehát ez spontán hitvallás volt, igen. És hogy van megváltás lehetősége? Tehát ugye ezekbe keresünk olyan valakit, aki igazolta magát. Most az értelmünknek kell először itt megnyugodniuk. Nekem az Oliba megnyugodott az értelmem, és akkor mondta, hogy Anna az anyu, kösz. Na de ilyen nagy kérdésekben történettel válaszolok. Férfi korterem, belépek, fia, férfiakkal beszélgetek, és soha nem mondom azt, hogy ki akar gyónni. Úgy kidobnak, mint a csuda. Ha nem, majd nevetnek rajtam. Isten ments. Csak elmondom, hogy hát én vagyok itt a lelkiorvos, a Lajos atya, Jézus üdvözli magukat. Aztán mosolygok, nevetgélünk, és akkor senki nem botránkozik meg. Viszont mindenkinek nagyon érdekes, mert a természet fölötti iránt mindenki ám nagyon fogékony. Mert az ott a mélyen ott van az élő Isten arc, amit a szenny ár elföd, de hogy a természet fölötti, ha megjelenik, akkor nem tud szabadulni ettől a képtől, és akkor föltétlenül érdekli, ugye, hogy pap jött. Mindenki oda néz, ott mindenki, nincs közömbös. És akkor egy közömbös ilyen adódik néha, erre nagyon vigyáz, ugye, mert ilyenek is vannak, de ezek nem is tehetnek róla. Ott fekszik egy nagy ólajtó, hátú fiú kopaszon, aztán ugye, hogy nyög, és mondom, hogy hát én vagyok a Lajos atya, hé, katolikus, maga pap, mondom, ja, azt mondja, hogy akkor hozzon nekem misebort, hozzon piszt, meg hozzon nőt. Azt mondom neki, aztán ennyi elég, ha mikő még. Hát ugye szegények ezek, hát ne, ennyire jutottak el, de mégis azért már van igénye, ugye. Tehát a magasabb érték irányom, ne félj ott is, ugye. Na, és akkor a természet fölötti megjelenik. És akkor beszélgetünk, ugye, mindenféléről, közben megtudom, milyen vallásúak, akkor a nagyon nagy betegekhöz elmegyek, már beszéltem, hogy milyen módon, és ott nem látok Isten nélkül meghalni embereket, mert a Jóisten végtelen irgalmas, és ugye mindenkinek megmutatja magát az utolsó percekben, hogy valami módon feléje irányuljon az illető figyelme, mint a jobb latoré. Uram, emlékezz meg rólam majd, mert biztos, hogy sírt, mert annyira bűnös vagyok, amikor országodba jussz. Ennyi volt, és ennyi már elég. Még ma velem leszel. Egy könycsepp megjelenik, vagy egy kis mosoly átsuhan az arcán, vagy a kis feszületet, amit mutatok, hogy meg akarná csókolni. Elég, bőven. Megkapja a szentséget. Na igen, és akkor
Bejön egy férfi még, látom, hogy papucsba van, hát nem nagy beteg. Mondom, ó, hát maga is ide tartozik, én vagyok, tudja, itt a Lajos, hogyha 40 éve, tam-tam-tam. És mindjárt kérdezem, hogy katolikus tetszik lenni? Avónék, azt mondja. Ebből már látszik, ugye, hogy itt nincs nagy lelkesedés. És aztán mondom, hogy volt első áldozó is. Voltam. Bírmát adtak is a szüleim. De azt mondja, azóta már nekem nem lehet ilyen maszlagokat beadni. Én mechanikus ember vagyok, és amit én látok, megeszek, lemérek, azt elfogadom, hogy az van. A többit nem. És akkor Szentlélek irányítja az embert, mondom neki, hogy hú, destram ember maga, milyen őszinte. Figyelj ide, ha én most magába megbízom. Ha most azt kérdezném magától, hogy emlékezik-e, hogy kicsi korába milyen módon történt, hogy füröztötték kádba, vagy teknyőbe, vagy nem tudom mibe, aztán mikor gyipacizott az apunak a térdén, és a többi, maga elmondaná nekem, és én elhinném, mert maga ilyen stram ember. És ha én is magának hát elfogadható vagyok, elmondanám ugyanezeket az élményeimet, maga is elhinné. Pedig nem látná, azt se látnám, amit maga mond, és maga se, amit én mondok. Látja, ez a hit. Azt mondja, így is lehet gondolkozni. Mondom, lehet. Azt mondja, igaz, érdekes. Tudja, azt mondja, hogy így voltam a barátommal. Elment Amerikába fél évre, visszajött, aztán elmondta nekem, amit ott látott, hallott, és én elhittem neki. Miért hitte el neki, kérdeztem. Azt mondja, mert a barátom szeret engem, és mert a barátom nem szélhámos. Erre elővettem a kis táskámból azt a csoda feszületet, ami az egyik könyvemben is, amit lefényképeztünk, a Adj nekem lelkeket, Uram, ugye kaphatók ott lent a könyvek, és akkor azt mondja, hogy elővettem, és mondom, látja, nekem is van egy barátom, akit itt keresztre feszítve lát. És ez a barátom, ez nagyon szeret engem. Tudja, annyira szeret, hogy meghalt értem. Lejött a földre, ő az Isten fia, aztán igazolta magát, hogy ő valóban megbízható. Tudja, hogyan? Mondja. Úgyhogy beteljesedtek rajta jövendőlések, még mielőtt megszületett volna, már mindent elmondtak róla a látók, hogy Betlehembe fog születni, hogy szűz lesz az anyja, hogy a fájdalmak férfia lesz, hogy csontot nem törnek benne, ecettel itatják, keresztül szúrják, aztán megölik, de harmadnapra föltámad. Mondta is, hogy ha nem hiszitek, amiket mondok, János 5. fejezetnek a vége, tessék elolvasni János 5. fejezetét, ha nem hiszitek, amiket mondok, olvassátok a régi írásokat, rólam szólnak, rajtam teljesedtek. És ha még akkor se hisztek, higgyetek a tetteknek, amiket atyám művel általam. És ti Mózes olyan nagyra tartjátok. Hát Mózes rólam írt, megrendítő. Én ezeket így összegyűjtöttem, elmondtam ennek az embernek, én emiatt hiszek, tudjátok. Meg a csodák által, meg az, hogy még most is 2000 év után egyre nagyobb az erőtere. És akik akarják, ugye, tönkretenni akarták a római császárok, 13-an vagy hányan, azok már hol vannak, ugyan még Néróról kutyát is neveznek el, tehát ilyen nagy tekintélyek lettek. Akkor aztán ugye jött a Napóleon, aki megrázta pápa szakálát, 6. Piuszét, és akkor, hogy most már én leszek az úr, nektek végetek! Bele is hal a pápa ebbe. De aztán most már Napóleon, na mi lett? Hát ugye elmegy az ember oda a Párizsba, a Johannitákhoz, azt hiszem, vagy jól mondom,
a templomá, ott lennéz az ember, na, itt van a nagy Napóleon, ugye. Semmi. Hitler, Stalin, Rákosi, meg a többi matador, mind nagy szájuk van, az esemivé lesznek. Jézus meg mindig nagyobb a gondolata. Hát ezeket elmondtam ennek az embernek, és bámult, és akkor tudjátok, mit csinált? Így tett, nézte a templom, vagy a betegszoba felső sarkát, tisztelendő úr, de boldog ember maga, hogy tud hinni. Érted? Megindult. Közel került a benne lévő Istenhez, hogy ahhoz a misztikus nagyszerű gondolatunkhoz csatlakozzunk. Tehát az értelem ugye vezethető, az értelem megvilágosítható, hogy mindig több fényt lásson. Akarat, aki hisz, az az életét is a jó Istennek a szándéka szerint, normái szerint irányítja. És a hívő ember nem azt jelenti, hogy te hiszel? Jámboran, igen, édes Jézus, meg mit tudom én. Hát nehogy arra gondolj, hogy a keresztény az ilyen mamlasz, meg csak szent dolgokkal, ilyen szent maszlagokkal vacakol. Isten ments! Na, erre elhoztam nektek a tavalyi Egerszalóki levélből, hogy rád építek, az volt a motto, és Ferenc pápának a gondolatait. Ferenc pápa a következőket mondta a fiatalokhoz írt egyik üzenetében. Most figyelj, kik a szentek, és milyenek. Ez aztán pápa, öregem. Szükségünk van szentekre, akik moziba mennek, zenét hallgatnak, és barátaival sétálnak. Szükségünk van szentekre, akik Isten teszik első helyre, de az egyetemen is kitűnnek. Szükségünk van szentekre, akik időt találnak a mindennapi imára, és képesek a tiszta szerelemre, vagy a tisztaságot megszentelik. Szükségünk van a világban élő szentekre, a világban megszentelődő szentekre, akik nem félnek a világban élni. Szükségünk van kólát és hotdogot fogyasztó, internetező és iPodot használó szentekre. Hallod? De ez ilyen a netnél, nem a micsodát, pornográfiát kezdem, és mert az internet nem arra való. Azt is jeleníti, de azt köszönöm, ott tűnj el előlem. Nem dobom ki az internetet, hanem kiválasztom azt, ami jó nála. Erőbeszél a Szent Atya. Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik az eukarisztiát, és nem szégyelnek a hétvégén sört írni, vagy pizzát enni barátaikkal. Hallod? Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik a mozit, a színházat, a zenét, a táncot, a sportot. Szükségünk van társaságot kedvelő szentekre, akik nyitottak, normálisak, barátságosak, vidámak és jó barátok. Szükségünk van olyan szentekre, akik a világban élnek, s meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak el. Legyünk hát ilyenek. Tehát akkor az értelemnek számára, ha hisz valaki, akkor nem probléma egyik hitigasság sem. Most akkor én kérdezem, hogy nehogy válogass, azt mondja, van Isten. Jézus mondta, meg hát azt ki tudjuk számítani, hogy a okossággal a mai tudósok, természettudósok így mondják, az a sok szerveződés, DNS, elképzelhetetlen alkotó, teremtő, tervező, intelligencia nélkül. Tehát a tudomány már ideig haladt el, de még nincs is Isten. Na, bújjam már el, nincs is Isten. Szoktam mondani az ateista féléknek, hogy tudomány is van a világon, még evolúció, hát lemarad, ha milyen ember maga?
Érted, ilyen bátran kell hirdetni az Urat, nem megsérteni, csak hát így kicsit megszégyeníteni. Akkor azt mondja, akkor arra nem mondja, hogy mit sérteget engem, hanem nézi magát, ugye aztán. A második azt mondja, van Isten, hiszem, hogy szeret az Isten. Megmondta, mekkora szeretetel van irántunk. Itt szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, el ne vesszen. Kösz! Hiszem, hogy eljött az Isten, megtestesül, és itt van közöttünk, bennünk van, bennünk él. Kösz, kösz, kösz! Nem akarok én csodákat látni. Én nekem a csoda Jézus, a csoda Zoli, most visszapörgetem a földi természetes hitre, ugye? Nem papír kell nekem. Akkor hiszem, hogy megbocsátja bűneimet, elmegyek gyónni, mert hogy nehogy elhatalmasodjon rajtam a sok hülyeség, azt akkor nézhetem magam, nem tudok kikeszmeredni belőle. És akkor én hirdetem, hogy hülyeség, na elmehetsz. És akkor azt mondja, hiszem, hogy hazavár, lesz örök élet. Igen, honnan veszed? Jézus mondta. Atyám házában sok lakóhely van. Nem lenne, megmondta volna nektek. Kösz, kösz, Jézus! Tehát nem okoskodok. Akkor ott van a szentségek, ott vannak. Oltári szentség. Átváltoztatás. Mindjárten megjelenítjük Jézust. Papi hatalmunkkal. Látni fogjuk? Dehogy látjuk. Hisszük, térdet hajtunk előtte, beszélünk hozzá. Ő a Jézus, a kis baba is. Hát mit tudott csinálni, mondd meg ott a betlehemi jászolba. Pelenka kellett neki, meg kaja kellett neki anyutól, aztán mégis az anyu is mélyen hitte, mert az angyal mondta neki, hogy a magasságbeli fia lesz. Hát úgy elgondolkoztak a József, hogy ez a magasságbeli fia. Persze. Mert aztán jöttek a pásztorok, jöttek a három királyok, jeleket mutattak föl. Aha, József, hallod? Mégiscsak igaz. Tehát ugye ezek mind. De hiszed az oltári szentséget? Egyszer a francia királyhoz védőszentem 9. Lajos 13. században él, és akkor kopogtak nála, titkár fenség három férfi keresi. Fogadom őket. Bejönnek, fenség egyik templomba itt a Franciaországban, Párizsba, mikor a pap átváltoztatja az oltári szentséget és fölmutatja, mögötte az élő Jézus emberi alakba látható. A király egyáltalán nem. Jó, van, na hát. Ha mi az, fenség nem hiszi? Hát dehogy nem, hát mondta, hogy az ő teste. Jöjjön már, nézzem, dehogy megyek. Mégse hiszi. Jaj, de buták vagytok. Ha ott lennék, mikor ez megtörténik, becsuknám a szemem, hogy a hitért járó érdemed el ne veszítsem. Ha-ha-ha. Akkor mit válogatsz a hitben? Ugye, hogy hiszek magam módján, gyónni nem megyek. Hiszek a magam módján, mondta egy szent asszony a kórházba, amikor is rózsafüzér volt a kezébe, és kérdeztem tőle, hogy katolikus? Még csak én. Na, mondom, akkor megáldoztatom. Azt már nem. Az gyerekeknek való. Én már kinőttem belőle. A jó katolikus, látod? A maga módján. Egyébként is mondja, hogy mosolyszünet van vele, köztem és Isten között, mert a lányom 30 éves korában meghalt fél éve. Miért nem én? Hogy intézkedhet így, ha van? És akkor én jámboron kezdem neki mondani, hogy ó, hát ugye úgy van, hogy a bölcsességi könyvben benne van, hogy Isten öröktől fogva elhatározta itt maradásunk idejét. Hát a lányai most jött el, a miénk pedig majd eljön. Jó, hogy nem tudjuk, meg tetszik tudni. Hát úgyis találkozunk odát, és rikácsol, maga aztat hiszi? Na tessék. A jó katolikus, te milyen vagy, ides? Többet nem mondok. Milyen a hited? Tehát ugye a hiszek, vagyis igen, a hitigazságok, 10 parancsolat, ugye a
az igazából a kressz szabályrendszer az Isten útján, és a szentségek. Most mit vacakolsz, mit válogatsz? Gyonsz? Én nem gyonok. Na, elmehetsz. Nem kötök házasságot, összeállunk majd, na állj csak össze. Aztán még nézheted magad. A bűn maga büntet, hát annyi összeálló, ugye, vagy megöl egy csomó magzatot, mert az ő szeretkezésüket ne zavarja ez a takony magzat, annyi az abortusz, hogy őrület, vagy pedig 7-8 év után, akkor kirúgják egymást, ugye. Jön a következő, aztán akkor nincs megállás, az összetör. És vagy öngyilkos lesz, ezekkel is barátkozom, ugye, akik még élve maradnak, vagy pedig depressziós lesz, a pszichiátriai osztályokra is járok, mert nem kezelésre, ugye, hanem vallomás, ugye. És ott annyi a depressziós, annyi a kényszer képzetes, annyi a félelmi komplexussal küzdő, annyi a pánikbeteg, hogy borzasztó, mert eltolták az életüket. Tehát akkor értelem, akarat. Most már tudjuk, hogy hogyan, milyen irányba kell kereszténynek lenni, ez nem valami, ne sértődjetek meg, ides kedves nővérek, apácás, beöltözés, és jaj, sehova nem nézek, csak édes Jézus, Isten ments, hanem hotdogot is eszik, képzeld el, még sört is iszik, hát hallottad, de tudja, hogy el tudja választani, mert intelligencia Krisztiána, és nem pedig butalika Krisztiána, ugye? Na, és akkor befejezésül a harmadik kategória, hogy az érzelemvilág akkor fog igazán tudni bontakozni Krisztus szerint, hogyha a közösségbe is bekapcsolódik. Egyedül nem lehet üdvözülni, elkárhozni sem. Olyan közösséget kell keresni, amelyben én tovább bontakozhatok. Vé szóli, mondja a Szentírás, jaj, annak, aki egyedül marad. A 16. Benedek pápa, ez egy zseniám, most is misztikus, még holnap majd még idézem, a keresztény reményről írt enciklika Spe Salvi latinul. Gyönyörű dolgai vannak, csak olvasom azt mondja egyik részét, hogy az egyház atyák teológiájának egészéből ki lehet mutatni, hogy az üdvösséget mindig közösségi valóságnak tekintették. Ennek megfelelően az atyák a bűnt úgy fogták föl, mint az emberi nem egységének szétrombolását. Tehát ha én vagy te bűnt követsz el, az egész emberiség megsínli. Nem decibellel mérik ezt? Azt mondja tovább, tehát szétrombolás, mint szétforgácsolást és megoszlást. A megváltás viszont az egység helyreállítása. Tehát a megváltás akkor következik be bennünk, amikor mi megtérünk, meggyónunk, és akkor az egész emberiség egységesebb lesz. Káprázat. Vidd azt a kereszténységet, vidd a jellemet, dinnye ember, befejezésül fölolvasok egy pici részt, Blaga Dimitrova, Sisyphos diadalából, remek, belga író, belga, dehogy is, bolgár író. Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Franciául próbáltam. Ma újabb próbatételnek veti alá a sors Sisyphos, aki megtért. Tehát ugye az ő bűnös életet élt, és az volt a büntetése, hogy egy nagy követ kellett az egész az örök életbe, ezek persze képanyagok, mi gondoljuk el így, ennél egészen más, de mindegy,
hogy, ugye, hogy nem tudta, sose fejezett be semmit se, és föltolta a maga, tehát a hegyre, az visszagurult, és egy örök életen keresztül ezt kell neki csinálnia. Na most viszont ő, most a Blága Dimitrova a kő helyett eszmét képzel el, az eszme pedig az igazi világszemlélet. Század hosszú évtizedeken át görgeti a disszidens Sisyphosz az irdatlan követ föl a meredeken. Ereje megfeszül, veszi lélegzetét, de nem úgy hitét. Járd végig. A csúszómászó árulók csak lesik, s félrehúzódva sziszegnek. Nehogy a szikla agyonnyomja őket, amint robajlik lefelé. Csípik a darazsak, kegyetlenül fenyegető hurkokat írnak le a héják a feje fölött. Várják már a sötétben, a sakálok a gyengeségében roskadna össze. A fondor szarkák rágalmakkal becsvérlik a zsarnokok előtt a csúcson. Ugye ez volt az üldöztetések idején is, hát itt is jól megszenvedtük az én nemzedékem, tinektek ilyenben ne legyen részetek, de úgy is adódnak nehézségek, amikor keresztények mondod magad ebbe az elpogányosodott magyar társadalomba, amit nektek és nekünk kell újra természet fölöttivé fölemelni és átvarázsolni. Tehát ugye, hogy micsoda csúszómászok, árulók, besúgók voltak, engem is hányszor följelent, de úgy összeszámoltam, talán olyan 600 körül volt a följelentés száma, mert a kórházba megy, mert fiatalokkal foglalkozik, és a többi. Kaptam is aztán a fejemre. Csípik a darazsak, fenyegető hurkokat írnak le, most is csúfolnak, mi te katolik, te el vagy maradva, te még hiszel, tele van hitetlennel az ország. De nem baj, mert ti stramok vagytok, és a kovászból nem kő sok, azt a hatalmas lomha tésztát, jó a kis kovász, oda keverem közé, aztán már mindjárt tudja, hogy hány kilós az a kenyér, és hogy mire lesz jó. Tehát, hogy annyi, de annyi ilyen utálatos van, aki csúfol bennünket, de te még tiszta vagy, mi? Te még szűz vagy, nem szégyelled? Te még nem csaltad meg a feleséged, vagy a férjed, ilyen hülye vagy? Ezek a darazsak, tudod? Még a héjáke. Jön a fordulat, a boldogtalan népek pedig messziről barlangokba bújva sarkalják. Csak így, még egy kicsit, tarts ki, Sisyphosz, benned a reményünk, meg ne állj, taszítsd azt az átkozott követ tovább, vagyis képviseld a kereszténységet, ne félj, minden dologban maradj stram, hitben, tisztparancsban, szentségeknél. Mi ott állunk mögötted, egyfolytában mögötted. És bármennyire is feketítik, szapulják, és töröljék ki a nyáj társadalom csoportképéről, azonossága elvesztését egy pillanatra sem érzi. Tekintete ragyogással teli, teljesített emberi kötelesség, biztos tudatától belülről fakad a fény. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, tartott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, feszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek. Katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Könyörögjünk. Testvéreim,
az irgalmas Jóistenhöz, embertársainkért könyörögjünk, akik békére és üdvösségre vágyódnak. Ébreszt fel, Urunk, minden emberben a vágyat a Te békéd után. Hallgass meg minket, Urunk! Kérjük téged, hallgass meg minket! Állj mindenkor papjaid mellett, és erősítsd őket lelkipásztori munkájukban. Hallgass meg, Urunk! Kérjük téged, hallgass meg minket! A kötelességükön becsületesen teljesítő embereket juttasd megérdemelt pihenéshez mindenütt a világon. Kérünk téged, hallgass meg minket! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szolgáljon a nyári szünidő ifjúságunk testi és lelki erejének gyarapodására. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Elhunyt testvéreinket fogad jóságosan örök nyugalmadba. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Jóságos mennyei atyánk, te szent fiadban jó pásztort rendeltél az emberiség számára. Add kérünk, hogy tanítása által eljussunk az örök béke országába, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kenyered és borod táplál engem, te gyógyítod szívem, hogyha fáj. Maradj velem úgy, kérlek Jézus, maradj velem, tiéd vagyok. Veled járok én az úton, minden gondom messze-messze száll. Maradj velem úgy, kérlek Jézus, maradj velem, tiéd vagyok, neked élek. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére fölajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő megszánva a tévejgő embert, világra született a szent szűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, s föltámadva a sírból örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséget.
a földet, hozzanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozzanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozzanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette, és neked hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat,
szolgádat, Ferenc pápánkat és Csaba püspökünket, Ferenc segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országokba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. A szeretet perce, úgyis fogjátok egymás kezét, látom a sötétbe is, igen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veletek, béke veletek. Szent vérednek drága árán mind elveszel, virgalmazd nekem. Bűneinket, égi bárány, szent vérednek drága árán mind elveszel, virgalmazd nekünk. Égi bárány, szent véletnek, drága áram, mind elveszel.
nekünk. Urunk Jézus Krisztus, szent tested és véred vétele ne váljék ítéletünkre és kárhozatunkra, hanem jóságodból szolgáljon lelkünk és testünk oltalmára és gyógyulására. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, s meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste is. Én benned élek, tiédet vest, tiédet élek, enyémet vesz, az örök élet. Mária tette, hogy tiéd lettem, örök szándékom. Teljesítettem, s meghalván benned újra születtem. Te bennem élj, te bennem élj, én benned élem, Jézusunk, nagyon örülünk neked. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Mélységek ezek. Most titokként hisszük, mert te ezeket elmondtad, és majd odát szemléljük, mert ez már misztika, misztérium. Csak tudjuk, hogy szeretsz, és mi is téged akarunk szeretni. A sátánt futtassuk meg. Jakab apostol mondja, hogy amikor imádkozunk, böjtölünk, a szűzanyához fohászkodunk, sátán elfut. Együtt mondjuk lelkesen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt s a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza kárhozat helyére, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, s minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Üdvözlégy, légy, ó, tári szentség, csodálatos szent Istenség, téged szívből mindig áldunk, oltárodnak trónján áldunk. Üdvözlünk.
Krisztus kell. A világnak Krisztus kell. A világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. A világnak Krisztus kell. Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Térdek fejjel.